Pletykás asszonyok. Élt az egyik faluba egy favágó. Az erdőre járt fát vágni. Egyszer az övéjé betért a kocsmába. Azt mondják ott nekik az emberek, a kuma, a sógor, a szomszéd. Te, Jankó, tudod-e, hogy a te feleséged egy olyan pletykás asszony, hogy még a környéken sincs olyan? Azt mondja erre Jankó. Ide figyeltek, emberek, csak az én feleségem egyedül pletykás, a tietek nem? Nem, bizony. Úgy megpártotta minden ember a feleségét, mint annak a rendje. No, Jankó azt mondja. Ide figyeltek, emberek! Én egy nap alatt be fogom bizonyítani, hogy az egész falu asszonya egyforma pletykás. Mondják az emberek. Szeretnénk azt mi látni? Na, fogadjunk egy liter borba! Hát, úgy is lett. Fogadtak egy liter borba, hogy holnap estére bebizonyítja, hogy az egész falu asszonya pletykás. No, hazament Jankó, egy szót se szólt a feleségének. Este szép csendesen lefeküdtek. Reggel kelt az asszony kiventetetni az állatokat. Jankó addig bevitt egy tojást a dunna alá. Megy be az asszony, Jankó az ágyban. Te, Jankó, veszed teremtette a fajtának. Hát még most is abba az ágyba gubbasztasz te? Hát már hasadra süt a nap. Pajtársáid már rég elmentek az erdőre. Már nem éred őket utol. Ej, asszony, azt mondja, én ma nem mehetek az erdőre. Olyan nagy dolog történt velem az éjszaka, de nem merem neked megmondani. Mondd már meg, mi a fene lett veled, csak nem a boszorkák nyomtak meg? Jaj, tám még attól is rosszabb. Hát nyög ki már, mi a bajod abban az ágyba. Jaj, asszony, és kiúszta a tojást. Nézd csak, ezt toltam az éjszaka. Hű, hallod, ember, de el ne pletykázz senkinek. Dehogy mondom, hát mióta a feleséged vagyok, sosem pletykáztam. A világért sem mondom meg senkinek. Bement az asszony a konyhába, de kifelé már azon járt az esze, hogy hát, ha semmit nem is, hát ezt már mégis el kell mondani valakinek. Hát ezt már mégsem lehet eltűrni. Veszi a karjára a vizet, megy ki, néz az egyik szomszédba is, a másikba, hát éppen az egyik szomszédból jön ki az asszony. Te, Marite, gyere csak ide, mondok neked valamit. Mit te? Jaj, te, mi történt nálunk az éjszaka? Micsoda? Jankó tojt. Mit csinált? Tojt. Hát azt mit? Rendes tojást. Tyúk tojást. Hát azt mennyit? Egyet. Nem elég az. Jaj, szomszédasszony, de el ne mondja senkinek, mert Jankó engem agyonvág. Most mutatta éppen a tojást. Dehogy mondom. Hát milyen jó szomszédasszonyok voltunk mi, hogy sose plegykáztunk, ugye? Hát nem. Jaj, tám még az is gondolja. Hát ezt már mégis el kell mondani valakinek. Bement a házba, gyorsan felöltözködött, a kendőt nyakába tette. No, akkor elment a koma asszonyához. El a másik sorra messzire. Jaj, komám asszony, hallott-e, hogy mi újság van? Micsoda? Jankó 3 tojást tojt. Tojást? Nem lehet az. Most mondta a felesége, de el ne mondja senkinek, komám asszony. Tudja, hogy milyen jó koma asszonyok voltunk mi, hogy nem mutuk egymásra semmi petykát. Hát dehogy mondom. No, akkor az meg elment a nászasszonyához. Az is fölvette a pluszikját, el a másik sorra. Komámasz, nászasszony, hallette, hogy mi újság a faluba? Dehogy tudom, micsoda, még ma nem voltam sehol, nem hallottam semmit. Jaj, Jankó tojást tojt. Tojást. Hát azt mennyit? Azt mondják, hogy 6. Hát ez így ment egész nap. Jankó meg csak feküdt az ágyban, nem tudta, hogy halad-e a pletyka. Alig várta már az estét. Este aztán fölvette a nadrágot, kabátot, el a kocsmába. Bemegy a kocsmába, minden ember rámámul, nézik őt. Hát mi van, emberek, hát miért néztek így rám, miért bámultok így rám? Jankó, hát te itt vagy? Hát itt, hát hol kellene lennem? Azt beszélik, hallod-e a faluba, hogy te 100-at tojtál, hogy ki is költötted a csirkéket, hogy 45 hirce, meg hogy 45 kakas lett.
tíz meg, hogy bezápult. Ezt beszélik-e? Hát ezt. Hát ide figyeltek, cíborák! Én egyet toltam húttucsákból, de 99-et a ti asszonyaitok tettek hozzá. Hát egy nap alá bebizonyítottam nektek, ahogy megmondtam, hogy az egész falu asszonya egyforra plegykás. Hát ide a liter bort! Ettek ittak jól mulattak, ma is élnek, ha meg nem haltak. A rátóti csikótojás. A rátóti csősz egy napon a mezőn talált egy hamvas úritököt. Hej, fékomatta teremtette! Hát ez már megint mi? Fölvette, megtapogatta, megszagolgatta, de a maga fejétől nem tudta kitalálni, hogy mi lehet ez. Bevitte a falu házára, ahol éppen együtt ült a kupak tanács. Mikor letette az asztalra, az előjáró urak majd elszörnyűködtek. Sok időt megéltem, de ilyen Isten teremtményét még nem láttam világéletemben. Na, én is sok mindenen keresztül mentem, de ilyet még én sem ettem életemben. Hát, ami azt illeti, én sem vagyok már mai gyerek, de a fene csak jobban tudja, hogy mi a csuda lehet ez. Itt aztán a bíró is beleszólt. Hát ti, atyafiak, ez, mint a formája is mutatja, semmi, de semmi más nem lehet, csak tojás. Hát persze, hogy tojás. Mi a durrogó ménkő is lehetne, ha nem tojás. Ezt aztán a csősz is megerősítette, avval, hogy mikor betette a tarisznyájába, még egészen meleg volt. A bíró nem hiába volt okos ember, mert ő még azt is tudni akarta, hogy a tojás micsoda tojás. Az előjárók gyíksárkányra és lúdvércre gondoltak, de a bíró inkább a csőszre hallgatott, aki úgy beszélt, hogy akkoriban egy idegen csikó bitangolt a határban. Erre az előjárók rázendítették. Úgy van, ez az idegen csikó tojás, mert mi az Isten csodája tojhatott volna nekünk ekkorát? Na, ha eddig már szerencsésen eljutottunk, szólt a bíró. Azt mondják meg, atyafiak, mi tévők legyünk? Kiköltetjük. Ki ám? De hogyan? A mi lovaink nem tojnak, se költenek. Mindenki törte a sütnivalóját, mégiscsak a bírónak támadt az ötlete. Tudjátok mit, atyafiak? Amihez nincs elegendő esze a rátóti lónak, van a rátóti tanácsnak. Amondó vagyok, hogy a drága látos tojást költsük ki mi magunk. Nagy szó volt, bizez, de azért bólintottak rá valamennyien. Jó példának okáért a bíró ülte meg először, aztán jöttek a többiek rendben. Még ma is ülne rajta valaki, ha a szomszéd faluban rebesgetni nem kezdték volna, hogy a rátóti kupak tanácsra rázápult a csikó tojás. Erre az előjárók zúgolódni kezdtek, hogy ők bíz nem ülik tovább más lova tojását. A bíró nagyon elszomorodott, mert szentül meg volt győződve, hogy a kis csikó már mozog. Az előjárók meg azt állították, hogy a tojásnak már szaga van. Mindenki a maga igazát védte. Végül megállapodtak abban, hogy kiviszik a határba. Egy dombról a felé a falu felé gurítják le, amelyik a rátóti kupak tanács kiszólásával leginkább serénykedett. Egész rátót kiszállt, annak csodájára, hogy csúfá lesz téve a rossz nyelvű szomszédfalu. Mikor már mindenki befogta az orrát, a bíró gurítani kezdte a tojást. A tojás gurult, gurult. A domb alján belegurult egy galagonya bokorba. Ott rapityánként törött. Onnan pedig azon nyomban kiugrott egy pici nyúl. Egész rátót elkiáltotta magát. Na, picin csíkó, fut a picin csíkó, utána emberek! A sok nép utána eredt.
A dombon csak a bíró maradt, aki szomorúan mormogta magában. Hát nem megmondtam, hogy a kis csikó már mozog. Hely, miért is nem ültük még 1-2 nap azt az Isten adta csikó tojást?